Jó napot kívánok, kedves nézőink! Tisztelettel köszöntöm Önöket, és tisztelettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Jakab Tibor fotóművészt, egyetemi adjunktust. Isten hozott! Köszönöm szépen a meghívást! Szia! Kedves nézők, engedelmével tegeződni fogunk, ugye mi nagyon régóta ismerjük egymást, és munkatársak is vagyunk. A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy nemrég a doktori disszertációd könyv formában is elérhető lett. A könyvnek a címe Performativitás és teatralitás Marx József fotográfiáiban. Ugye a 20. századi erdélyi fotoművészet egyik kiemelkedő alakja Marx József, akinek hatalmas életművét 7 év alatt fésülted át és dolgoztad fel. Milyen viszonyod volt Marx Józseffel? Milyen élményeid vannak vele kapcsolatban? A könyv előszavában leírod, hogy mentorodnak is tekinted őt. Igen, valójában én mentoromnak tekintem. Vele kezdtem végül is a fotográfiát, a fotós pályámat. Oda kerültem abba az időben, volt egy fotóklub, mert csak úgy működött, úgy lehetett fotózni a kommunista időben, és ő volt a vezetője ennek a klubnak, a megteremtője ennek a klubnak, és engem az ragadott meg, hogy annyira befogadott első perctől, ezt mindig eszembe jut, hogy mennyire korrekt volt és demokratikus. Tehát pont úgy kezelt, mint a régi tagokat, ugyanazokat a jogokat adta, mint a régi tagoknak, ami mondjuk abban az időben úgy eléggé szokatlan volt. Azon kívül egy olyan ember volt, amelyik egy nagyon jókedélyű, egy kellemes társaság volt. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy kialakuljon egy kémia végül is, tehát hogy tudjál dolgozni, vagy egyáltalán tanácsokat kérni, és elkezdeni valamit. És innen indult az egész végül is. Tetszett amúgy a stílusa is, tehát nekem is körülbelül hasonló stílusom van, tehát a hagyományos, klasszikus, kevésbé modern beütésekkel, és ezt észleltem az ő munkáiba, hogy a klasszikus műfaj mindig időtálló. Tehát az ő képei annyi év után, vagy olyan hosszú évi távlatban is, most is megállják a helyüket bárhol. Tehát nem mentek ki divatból. Szóval akkor ez a személyes kapocs is hozzájárult ahhoz, hogy éppen ezt a témát választottad doktorinak. Igen, tehát eleinte úgy nem volt világos, hogy mi is legyen a pontos téma, amin kutassak, és egy véletlen szerűen megtudtam, hogy az ő hagyatéka az a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeumban megtalálható. Felutaztam, megnéztem, hát 27 ezer negatív található, plusz néhány album meg kép, de ezek a negatívok, azt kell tudni, hogy ezek nem voltak soha feldolgozott. Analógéppel készültek filmen, tehát negatívok vannak, amiket nem lehet megtekinteni, mert nincs képformában, nincsenek feldolgozva. És akkor ez arra készített, anyag. Hogy hát hatalmas anyag, tehát egy töredékét sikerült nekem annyi év alatt feldolgozni, hogy 2000 képet sikerült digitalizálnom, átdolgozni, tehát ezeket a képeket lehet most élvezni, kutatni, meg egyáltalán ez egy kordokumentum. Na most az is fontos, hogy ezt hogyan választottam ki, mert óriási terjedelmű az a témakör, amit ő érintett. Tehát elkezdve színházi fotóktól, riport jellegű fotó, portrék, tehát rengeteg műfajt képviselt. És akkor hát arra gondoltam, hogy mivel az egyetemen kezdek tanítani, hát akkor egy kicsit hazajátszódjak, és azok az előadásokon készült képeket helyeztem előnyben, amelyeket a Művészeti Egyetem előadásairól készített a 60-as és 80-as évek között. És akkor ezeket próbáltam kiválogatni, és neki fogni feldolgozni.
Rengeteg más színházi fotója is van, Kolozsvár, Szatmár, Marosvásárhely, hát ezekre nem sok idő jutott. És 7 év azért mégiscsak szántál rá bőven idő, de hát ugye nagyon nagy az anyag. A címre egy kicsit visszatérnék, performativitás és teatralitás. A teatralitást ugye értjük, és említetted is, hogy főként a színházzal kapcsolatos fotográfiáit elemezted, de a performativitásról egy kicsit beszéljünk részletesebben, talán tegyük egy kicsit tisztába a fejekben ezt a fogalmat. Végül is a performativitásnál arra alapoztam, hogy Schustermannak van egy ilyen könyve, ami erről szól, a performativitásról, és ezt próbáltam átvinni, ezeket az elveket. Tudnilik, átvetítettem ezeket az alkotó fotoművészeti folyamatra, ami alatt készül egy kép. Tehát ez egy folyamat. Kézbe veszünk egy fényképet, az egy papírkép, igaz? És ha csak úgy tekintünk rá, hogy egy papírkép, rengeteg olyan élményt nélkül, tehát vesztünk szem elől, ami végül is ott van. És pedig a folyamata, hogy ez a kép készült. Előtte és utána. Tehát ez mind benne van abban a képben, csak kell tudjuk észlelni. Tehát ahhoz, hogy egy fotó elkészüljön, tehát van az előkészületi folyamat. Mondjuk egy modellt vagy alanyt fotózunk. Meg kell ismerni a modellt. Tehát több tényező. Van a fotós, van a modell, van a kamera, és van a helyszín. Ezek együtt közreműködnek az egész performatív folyamatra. Ezeket boncolgattam. Tehát a fotósnál benne van az, hogy ő hogy mozog. Tehát végül is ő egy szerepbe bújik többek közt. Ő be kell bizonyítsa, vagy rá kell vigye a modellt arra, hogy ő magabiztos, ő tökéletesen kezeli a készülékét, a helyszínt uralja. Tehát ez egy bizalmat kelt az alanyba. Tehát kialakul egy bizalmas kapcsolat, ami arra készteti, hogy mikor rájön a sor az alanyra, ő is egy szerepbe bújik, ő is egy szerepet játszik, megpróbál szebb lenni és jobb lenni, mint akár a valóságban. Tehát ő is egy szerepet ölt magára, többé-kevésbé. Akkor megjelenik a kamera ezek után, amelyik megint egy idegen elem, és lestoppol dolgokat. Miért? Azért, mert tudatosul a modellben, amikor meglátja a kamera jelenlétét, hogy valami maradandó fog születni ebből az egészből, ami megmarad. Ez megint arra készteti, hogy még jobban odafigyeljen, hogy hogy alakít. Jön a helyszín. A helyszínnek van egy energiája, ami megint fontos része ennek az egész folyamatnak. Tehát ad egy hangulatot. És mikor mindez megvan, és megszületik a kép, akkor jön az utána történő élmény végül is, amikor a fotós az alanyjal leül és megnézi a munkájuknak az eredményét. Na most ez az egész, ezt most röviden írtam körül, ez mind benne van abban az egyszerű papírképben, amit kézbe veszünk. Mi a legnagyobb különbség abban, ahogyan készültek Marx József idejében a fotók, és ahogyan ma ez az egész előkészítési és kivitelezési folyamat zajlik? Tehát először is a technikára kell rátérünk, tehát az ő képei analóg technikával készültek filmre, nem volt digitális fotó abban az időben, utána jelent meg a digitális fotó. Na most erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mi a különbség, és hogy melyik mit hozott be az egészbe. Először is az analóg fotónál sok tudásra volt szükség. Tehát ha nem volt tudása a fotósnak, felkészültsége technikailag is, és minden szempontból, nem lett fénykép. Most digitálisan találgatnak sokan, tehát semmi felkészültségük nincs, nem is érdekli, nem olvas utána, hanem ő találomra fotóz, és hát ha valami jó lesz. De viszont azt nem tudja megmondani, hogy ha jó lesz valami, hogy mitől lett jó. De nem tudja megismételni azt az eredményt. Tehát ez egy ilyen hígulást eredményez, bagatelizálja a szakmát magába, tehát a szakma tekintélyét, és ez nagyon fontos aspektus. Tehát az egy míves dolog volt az analóg fotózás, amit Marx is művelt. Azt is olvastam, hogy elenyésző volt a hibás fotó.
a Marx fotói között. Ez hogy lehet? Annyira felkészült volt, annyira jó szeme volt, annyira jól előkészítette, megrendezte a fotóit? Nagyon igényes volt. Tehát az analóg fotó arra is készítette a fotóst, mivel pénzbe került a nyersanyag és a kidolgozás, hogy figyelmesebben komponáljon, tehát mielőtt a gombot megnyomja, azelőtt egy csomó mindenre odafigyeljen. Amit most a technika arra készíteti, hogy gyorsan, tehát átugunk. Végül is most egy ilyen hígulás van minden szempontból, kevésbé igényes munkákat, vannak kivételek, nem mondom, nem lehet általánosítani. De annyira odafigyelt, hogy én feldolgoztam kb. 2000 negatívot, és az általam feldolgozott negatívok közül körülbelül 3% volt kevésbé sikerült kép, ami teljesen elhanyagolható. Ezt onnan is fel lehet mérni, hogy a negatívokat teljesíbe, tehát nem hagyott ki belőlük. Tehát egy filmen lévő negatívok egy borítékban vannak. Úgyhogy a jókat is, rosszakat is ott megtalálható. És innen látszik az ő felkészültsége, igényessége, tehát rengeteg időt eltöltött egy fotózásra. Tehát például egy színházi előadásnak a kiválasztott jelenetek fotózásával, a Kovács Levente rendező mesélte el, hogy akár egy egész éjszakát dolgoztak. Tehát mikor lejárt a főpróba, neki fogtak fotózni, és hát addig ültek, amíg szükség volt, és nem elégedett meg ilyen félmegoldásokkal, hanem tökéletes képeket szeretett volna alkotni, és ahhoz a világítást és mindent egyszerűen a tökére vitt. Közben mutatok egy néhány fotót, színházi fotót, hogy a kedves nézők is láthassák. Ugye, hogyan mondhatnánk azt, hogy mai kifejezéssel élve egyfajta piárosa is volt a színháznak, ami hát ma tudjuk egy nagyon fontos tisztség. Mit tudott hozzáadni akkor egy jól sikerült fotó egy színházi előadáshoz? Tehát a fotó volt a színházi előadásnak a reklámja, úgy mondván. Tehát ezek a fotók, néhány fotó megjelent a színháznak a vitrineiben, meg a városban voltak ilyen a tereken, különböző tereken ilyen kiállító vitrinek, amivel bekerült egy-egy kép az előadásról. Most azt is kell tudni, hogy egy színészcentrikus színházról beszélünk, amikor a színész volt a fontos. Tehát a nézőknek nagy része nem az előadásért ment, hanem a színészért, hogy lássa az X színészt egy bizonyos szerepbe. Ezért nagyon fontos volt, és a színészeknek egy presztízs kérdés volt, hogy a képen, ami a vitrínben van, ő is rajta legyen. A fotósnak presztízs volt az, hogy az ő képe van kiállítva. Nagy neveket rendezett Marx József, ha mondhatjuk, így ilyen nagy rendezőkkel dolgozott együtt, és akkor bizony feltételezem, hogy ő volt az, aki adta az instrukciókat. Ez érdekes volt, tehát erről Kovács György jut eszembe, akiről vannak ilyen ikonikus felvételei, és kérdeztem, hogy Kovács György köztudott volt, hogy egy olyan személyiség volt, aki nem lehetett megrendezni, tehát ő egy nagy személyiség volt. És így beszélgettem alanyokkal, akik részt vettek ezek a fotózásokon, szintén Kovács Levente is elmondta, hogy egy olyan stílusa volt Marxnak, és egy olyan tekintélynek örvendett, hogy alávetették magukat ilyen személyiségek is az ő rendezésnek, meg végülis itt a rendezőnek volt a koncepciója egy előadásról. A fotós is rendező, amikor fotóz, mert ő megrendezi, már csak azáltal, hogy kiválassza a nézőpontot, vagy a képkivágást, megrendezi. Na most a kettő nem biztos, hogy talál. Tehát lehet, hogy a fotósnak a általa készített jelenetről fotó, az nem tükrözi az előadás koncepcióját, amit elképzelt a rendező. Tehát két rendezőnek a műve találkozik, és születik egy harmadik, ami a kettőből születik, amelyik egy teljesen más. Na most a rendezők ezt elfogadták, mert tudatában voltak, hogy
tökéletes képek készülnek az előadásról, és itt szemet hunytak, beavatkozhatott. Tehát, hogy miért bíztak ennyire benne? Milyen volt az ő munkaetikája? A szakmai felkészültségének köszönhette ezt a tekintélyt, és vagy az emberi, a személyi személyiségének? Személyiségének is, de a technikai felkészültsége és a presztízs, aminek örvendett. Tehát mindenki tudta, hogy az ő keziből olyan képek fognak kijönni, amelyek tökéletesek. A színészekről is, az előadásról is, és ezért teljesen előlegezték a bizalmat, és szabad keze volt. Tehát azt csinált, amit akart. Plusz, hogy volt egy olyan emberi stílusa, hogy úgy tudott közeledni az emberekhez, hogy azt csinált velük, amit akart. Tehát volt egy ilyen nagyon rokonszenves, vidám, optimista stílusan. Számára nem létezett lehetetlen. Éppen ezt a lánya is elmondta, ugye, hogy nem létezett lehetetlen. Mindjárt visszatérünk még erre. A könyvben arról is írsz, hogy a fotósnak nagyon nagy ugye a felelőssége, viszont nagyon nagy a hatalma is, és hogy meg is kell tanulnia, hogy a fényképezőgép mit lát, mert ugye másképp lát a fényképezőgép, mint ahogy mi szabad szemmel látunk, hogy ugye mi elhomályosítjuk a környezetet, és csak arra fókuszálunk, ami éppen érdekel. A fényképezőgép pedig nem ilyen kegyes, ő a jelentéktelen részleteket is nagyon élesen megmutatja. És hogy ez egy érdekes folyamat, erről kicsit beszéljünk. Igen, tehát ő például, amikor a képeket, vagy a fotós, amikor a képeket készíti, ezekre oda kell figyeljen. Na most, ha gyors iramba készíti a képeket, erre nem tud odafigyelni. Ha alaposan megkomponálja, megpróbálja ezeket kiiktatni, nem mint mai nap, hogy Photoshop-ba kitölöm, hanem akkor nem Photoshop-ba, hanem egyszerűen úgy világítottad meg, hogy árnyékba essen, vagy eltűnjön az a kis részlet, ami téged zavart, vagy egy olyan nézőpontot választottál a fotóhoz, amiben ez fedésbe került, tehát nem látszott egyszerűen. És ezekre mind odafigyelt. A másik érdekesség az, hogy a fotósnak a hatalma, tehát az is egy hatalma, hogy olyan szemszögből mutassa be az illető jelenetet, amit a közönség nem láthat. Tehát ha a fotós például hátulról a kulisszák felől készít fotót, vagy oldalról, vagy a színpadról, azokat a fotókat abban a képkivágásban a néző nem láthatja, mert neki nincs megadva ez a előny, hogy végül is ő válassza meg a nézőpontot, ő ül és szemből látja frontálisan az egész előadást. És ezzel megint olyan hatásokat lehet kihozni, olyan kihangsúlyozásokat lehet egy bizonyos jelenetre vagy egy színészre fókuszálva, ami megint nagyon hozzájárul ahhoz, hogy az előadásnak bizonyos részeit, vagy a színésznek a művészetét és a gesztusvilágát kiemelje. A könyvre a fedőlapra a Körhinta című fényképét választottad, a hátoldalára pedig a kettős portré fotónak egy részletét. Számomra mind a két kép először is a mozgalmasságot sugallja. Pedig az egyik, mondhatnánk, lehetne, ugye ez a kettős portré, lehetne akár egy beállított fix kép is, de nem az, éppen sminkel a művésznő. Jellemzi ez a dinamizmus Marxnak általában véve is a fotóit? Igen, lehet mondani, hogy jellemzi. Végül is ezt azért is választottam, mert ez igazán egy színházias kép, egy mozgalmas, egy szereplőkkel teli kép. A helyszín is egyedi, mondjuk ez egy vásárba készülhetett ez a fotó. És evel ellentétben a hátlapon lévő kép, az megint sokat elárul Marx Józsefről. Tehát először is, ami az előbb beszéltem a performatív folyamatban, a bizalmat, az alanya bizalmának a megnyerését. Tehát ha belegondolunk, azért nem minden színész, színésznő engedi meg azt, hogy az öltözőbe fotózzad, vagy sminkelés közben fotózzad. Tehát ahhoz nagyon bizalmas kapcsolat kell kialakuljon, hogy ezt elfogadja. És ez a legjobb bizonyíték arra, hogy igenis neki ez is meg volt engedve. Sőt, rengeteg olyan fotó, hát láthatok olyan fotók, hogy
például a színésznő az öltözőben rendezi a harisnyáját, vagy a ruháját, tehát látszik, hogy neki teljes szabadsága volt ezen a téren, tehát senki nem állította meg, vagy nem küldte ki, vagy nem tessékelte ki, akár ilyen jelenetek készítésénél is. A lányával is sikerült találkoznod. Miért volt fontos, hogy személyes történeteket is halljál róla, annak ellenére, hogy ugye ezt a hatalmas életművet átfésülted, vagy amellett, hogy ezt a nagy munkát elvégezted. Ugye ez egy örök kérdés, hogy szükséges-e tudni, hogy az alkotó milyen volt, mikor élt, hogyan alkotott, vagy nem szükséges, és az alkotás önmagában véve meg kell állja a helyét, és üzenethordozó kell legyen. Miért volt ez fontos neked, hogy halljál róla? Tehát a fontos, ez végül is már nagyjában megvolt a könyv, amikor a kiadó részéről Gálfalvi Ágnes jött egy ilyen javaslattal, hogy jó lenne egy pár szót írni Marx Józsefről, abban az esetben, hogyha ezt a könyvet külföldön forgalmazzák, és kevesebbet tudnak róla. A kevésbé ismertebb külföldön, vagy nem tudják, hogy pontosan ki volt. És ez készített arra, hogy gyorsan rákerestem, hát mindenhol megtalálható egy ilyen rövid leírások, vagy ilyen szakmai leírások, vagy ilyen száraz leírások. És akkor azt gondoltam magamban, hogy most én azt ismételjem meg azt, amit az interneten megtalálhatok, semmi értelme nincs. Aki kíváncsi, rákeres, és az ugyanazt megtalálja. Hanem inkább próbáljam azt a részét bemutatni röviden Marx Józsefnek, amit csak a család ismert. Tehát olyan bensőséges vonásait, vagy bármit róla, amit kimondottan csak a család ismerhetett, és más nem, idegenek. És felkerestem a lányát, és ő nagyon, nagyon röviden, és nagyon érdekesen elmesélte végül is, hogy mi volt abszolút jellemző. Tehát először is, ami a képein is látszik, az ember szeretet. Tehát ő szerette az embereket, szerette a színészeket, ezért tudott olyan képeket készíteni. Ő nem munkaként, vagy munkafeladatként kezelte ezeket a dolgokat, hanem szerette. Szerette a színházat, szerette a színészeket, ez látszik. Szerette az embereket. Tehát ha megnézzük a portréit, vagy az emberekről, bármilyen témába készült képeket, ez megint érződik és látszik. Az odafigyelés az ember iránt, ahogy megközelíti az alanyt, hogy az kibontakozzon, teljesen levetközön előtte minden, tehát megmutassa az igazi ényét, ehhez szükséges ez az ember szeretet. Az optimizmusra mindig jókedvű volt. Soha nem panaszkodott, és nem létezett számára lehetetlen. Tehát ez röviden mindent elmond róla. A többi az száraz adat, hogy hány kiállításon vett részt, vagy hogy végülis az egész fotoművészeti mozgalmat mondhatni Romániában ő indította el. Vásárhelyen teljesen ő alapította a fotoklubot, és egyáltalán ő szervezte meg ezt az egész fotótéren ezt a mozgalmat. Ez mindenki köszönhető végül is. És lehet, hogy még több figyelmet érdemelne a munkássága. Óriási anyagot hagyott maga után, és kár, hogy ez ne legyen feldolgozva teljesében, holott tudjuk, hogy ez rengeteg időt és pénzt igényel, hogy ezt valaki megcsinálja csak úgy. Ugye ez már közhely, hogy egy kép többet mond ezer szónál. Milyen lehetőségek rejlenek egy fotóban? Ugye te magad is többszörösen díjazott fotóművész vagy. Azon túl, hogy kordokumentum egy felvétel, még milyen lehetőségek rejlenek benne? Egy fotó rengeteg információt tud magával hordozni, hogyha dokumentumfotóról beszélünk. Ha művészfotóról, akkor végül is egy kifejező eszköz, amivel a művész próbál üzeneteket átadni. Ez most neki vagy sikerül, vagy nem sikerül, de mindenképpen ő eszközként használja a fotográfiát ahhoz, hogy üzenjen a nézőknek, átadjon különböző lelki dolgokat, lelki üzeneteket, hangulatokat, tehát bármit.
Tehát ez egy dolog, ha dokumentumképként használjuk, tehát riportkép, stb., hát megörökít egy korszakot, megörökíti a viselkedésmód, a gesztusvilágát, a kornak a öltözködési, viselkedési formáit, személyiségeknek portréját, arcképet örökíti meg. És visszatérek a kérdésedre, hogy mondtad, hogy fontos, hogy lássuk, hogy ki az alkotó. Én azt vettem észre, hogy az emberek kíváncsiak. Tehát legalább, hogy nézi a műveket, tetszenek neki, vagy nem tetszenek, kíváncsi, hogy az, aki ezeket alkotta, hogy néz ki, vagy idős, fiatal, hogy néz, nő, férfi, tehát nagyon, és ha lát róla egy képet, akkor ugye ez kiegészül, ez az egész, kerekebbé válik ez az egész dolog az ő képzeletébe végül is. Mi volt a legnagyobb meglepetés ez alatt a 7 év kutató munka alatt, amire tényleg aztán nem számítottál? Hú, hát sok meglepetés volt, mert sok olyan dolgot fedeztem fel, amit amúgy nem fedeztem volna fel. Többek közt azt, hogy olyan embereknek a véleményét, vagy az eszmefuttatását a fotográfiákról, akik nem fotósok, hanem filozófusok, vagy teljesen más doméniumból jönnek, ezeket azelőtt azt mondtam volna, hogy na nekem ne mondjon senki, aki nem fotózik, az ne beszéljen a fotóról. Na ez teljesen leépült bennem ez a koncepció, mert rájöttem, hogy olyan okos dolgokat tudnak elmondani olyan személyek, akik nem fotósok, hogy nagyon befolyásolja a nézetedet, mint fotós, és a további munkásságodat is befolyásolja. Tehát rávilágítnak olyan pontokra, amik soha az agyadban nem fordultak volna meg. Tehát másképp kezded látni és kezelni az egészet, és több ilyent elolvasva, úgy a kép úgy megváltozott bennem. Tehát ezután másképp fogsz te magad is fotózni? Egy kicsit másképp? Csak befolyásol. Természetesen vagy olyan dolgokat, amiket ösztönszerűen csináltál, megérted, hogy miért. Vagy hogy mitől lesz jobb. És ez nagyon fontos, és ez egy nagy nyeresség. Azon kívül, hogy arra késztetetted az egész, hogy akkora tömérdek anyagot és dokumentációt át kellett olvasni, amit amúgy az embernek, ha nincs egy motiváció, nem csinálja. De nincs ideje. A mai világban, amikor rohanunk egész nap, hát azért nem igazán ezzel szorakozunk. Nagyon kevés idő maradt még a műsoridőnkből, még nagyon sok kérdésem lett volna, most azt nem is kérdem, hogy egy fotoművésznek írni a fotóról mennyire volt nehéz, mert biztosan ez volt talán a legnehezebb. Mennyi időd jut fotózni, és mi a folytatás? Ugye ez egy elméleti szakkönyv. Igen. Elsősorban egyetemistáknak szánt, akár kézikönyvként használandó. Igen, írás. Ez cél volt. Ez volt az egyik fő cél. Lesz-e folytatás? Album formájában még visszaköszönnek-e Marx fotói? Hát remélhetőleg igen, vagy esetleg egy kiállítását. A lányával terveztünk egy ilyen nagyobb méretű kiállítást a munkájából. Sajnos ő meghalt időközben. Úgyhogy nem tudom, hogyha ez lesz, aki majd támogass ezt az egész kiállítás dolgot, de jó lenne mindenképpen. Folytatása mindenképpen lesz szerintem. Ami a fotózást illeti, tehát igen, fotózok, mondjuk idő annyival jut kevesebb, hogy az, ami alatt még fotóznék, inkább megpróbálom átadni a tudásomat a diákjaimnak, a hallgatóknak. Ez szerintem fontos, hogy egy idő után ne tartsunk meg mindent magunknak, próbáljuk továbbadni. És hogyha látjuk, hogy kerül egy-két személy, aki ezt méltóképpen továbbviszi, lehet, hogy nagyobb elégtétel, mint hogyha nem tudom, most az ember még nyered díjat, vagy nem nyered díjat, mert nagyjában amit el lehetett érni fotoművészeti téren, azt elértem. Tehát most a többi az most már csak ilyen plusz, de már nem nagyon van, amit pluszolni. Ez viszont sokkal fontosabb kezd lenni számomra, már rég, hogy továbbadni. Továbbadni azt, amit annyi év alatt
felhalmoztál tudást, információt, ezt továbbítani, megtanítani egy-két utódot, aki ezt tovább vigye. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk a könyvről és fotózásról, tanárságról. Jakab Tibor fotóművésznek, egyetemi adjunktusnak további sok sikert, és nagyon sok lelkes és értő, érdeklődő diákot kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlök mindenkit. Kedves nézőink, önöknek köszönjük a figyelmet. Talán ezután egy kicsit önök is másképp fotóznak, én biztosan. Ha tehetik, maradjanak műsoraink társaságában, a híradó következik. Viszontlátásra!